Még hónapokig az asszály okozott gondot elsősorban a mezőgazdaságnak, pár hete szinte nincs olyan nap, amikor ne esne. A Felső-Tisza vízügyi igazgatóságnál külön osztály foglalkozik a vízrendezéssel és az öntözéssel, a kiszámíthatatlan időjárás pedig nekik is jócskán ad munkát. Köszöntöm a stúdióban Lőrinc Róbert osztályvezetőt. Jó, jó estét napot kívánok, kívánok. jó estét kívánok. Nos, mi az, amit az asszály pluszban jelent az önök osztályának? Az asszály jelen nekünk valamilyen szinten fel kell készülni, és valamilyen szinten nekünk az asszály kedvezőtlen hatásait mérsékelni kell. A vízügyi igazgatóság ebben az évben egy asszály mérséklő intézkedést vezetett be, illetve elkészítette egy asszálykezelő anyagot, ami tulajdonképpen több lépcsőben kezeli az asszályt. Első fő lépcső az, amit már megkezdtünk márciusban, hogy vizeket tartunk vissza. Csatornákban, tározókban, ahol csak tudunk vizeket tartunk vissza, csatornáinkban 226 helyszínen vízészettartást valósítottunk meg márciustól. De bizony ez a csapadék márciusban nem érkezett meg, amit igazán meg tudtunk volna tartani, úgyhogy további intézkedéseket kellett nekünk bevezetni, és ez az egyik fő, amiről, ami igazán a napokban is történt, ez árhullámokból történő vízpótlás. Mennyire volt igazán az első, hogy sokat beszéltünk róla, hogy a tél és a koratavasz meglehetősen csapadékmentes volt. Mennyire számított ez extrémnek a fetiviziknél? Extrémnek nem minden hónap számított azért. Január minden mindenfélképp csapadékosabb volt az átlagnál, viszont február-március az abszolút csapadék hiányos. És ez a márciusi csapadékhiány az olyan mértéket öltött, hogy voltak olyan területek itt a megyében, ahol egyáltalán egy szemcsapadék nem hullott. És ez bizony egy egész havi mínuszt jelentett, tehát az idei mérleg egészen március végéig egy havi mínuszt jelentett. Ez azért megfordult májusra jelentős mértékben. Még egy picit hozzátennék annyit, hogy az elmúlt év viszont 100 mm csapadék hiánya zárult. Tehát már az évet is Tehát kezdtük. Már mínuszból kezdte. Mit jelentett ehhez képest a májusi eső, ami ugye aranyat érde, de némileg kicsit több lett, mint amennyit megszoktunk? Igen, a májusi eső, eső valóban a, a megszokott mértéken túl volt, nagyobb mennyiségű volt. Hát egy 65%-kal több csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál. Igazán az, ami probléma volt elsősorban, hogy ennek az eloszlása nagyon rossz volt. Tehát e, volt olyan területe a megyének, ahol 165, 176 mm csapadék hullott, ez e, fehér gyarmat térsége, Tiszabecsen 170 mm, ez közel háromszoros az ilyenkor szokásosnak. Megyei átlag az egy 65%-kal több. Továbbra is voltak olyan területek, ahol pedig nem volt -e Csapadék? Volt olyan terület, például a szavos -Veres térsége, ahol átlagos mennyiség egy 64 mm csapadék hullott. Tehát nem jó volt az eloszlása. Sőt, olyannyira nem volt jó, hogy e, e, például a Fehérgyalmaton 29-én múlt hét szerdán pár óra alatt leesett egy havi mennyiségű csapadék. Tehát nagyon nagy intenzitással hullott időnként. Na hát ilyenkor jön az önök osztálya, é, a vízrendezési osztály. Mi az, amit tudnak ilyenkor tenni? Most azért olyan nagy kárt nem okozott ez. Belterületeken a csapadékvizek zömében levezetésre kerültek. Egy településen nagy volt egy másodfokú készültség elrendelve az önkormányzatnál. Kisebb beavatkozások voltak szükségesek, szivattyús vízeltemelések. Alapvetően a területen ez a sok csapadék a talajban tározódni tudott. A vízügyi igazgatóságnak van egy monitoring hálózata, ami 10 cm-enként egészen 80 cm-es mélységig méri a talajnedvességet. Tehát csapadékok alkalmával, hogy töltődik a talaj. És bizony ebben az évben a lehullott csapadék mennyiségek csak az a felső 30 cm-es réteget tudták tölteni. Hát a májusi csapadék már azért a mélyebb rétegeket is töltötte, aminek a jelentősége az, hogy ezek a mélyebb rétegek lassabban reagálnak változásokra, sok csapadékra vagy kevés Csapadékra, viszont ha reagálnak, akkor tartós hatásuk van. Tehát itt a 70-80 cm-es rétegben történő csapadék megjelenése, tehát terítődik a talaj, ez bizony majd a mezőgazdaságnak jelentős, hosszú távú segítséget tud nyújtani. Mit jelent az elmúlt 5-10 év nagyon jelentős fejlesztése a víztározók tekintetében, tehát azért megépült több is a megyében? Gondban lennénk, ha ezek nem lennének? Amik most épültek az elmúlt tíz évben, azok inkább igazán árvíz csúcs csökkentő tározók, azoknak más a funkciója. Azok nem e, 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 vizek megtartására, hanem nyilván az árvizek káros hatásai az árvízcsúcsoknak a e, mérséklésére szolgálnak. A meglévő tározórendszerünk az már régóta megvan, ezek elsősorban belvíztározók, elsősorban belvizeket gyűjtik össze. Ezeknél azért nem olyan virá, e, jó a helyzet. Vannak jelenleg is olyan belvíztározóink, amikben nincsen víz nem tudtuk tölteni, mert csak olyan csatornákból töltődne, amik még mindig szárazon vannak. Ellenben azért jó dolgot mondtatok, hogy itt az árhullámok kapcsán, hogy említettem, hogy tudtunk árvizekből vizeket kiengedni, bizony elég jelentős mennyiséget. Már márciusban megkezdtük ezt, illetve most májusban több folyón, a Szamoson és a Tiszán is, és ott a Krasznán is tudtunk vizeket kiengedni, holtmedrekbe csatornákba, és ezeket a vizeket bizony meg tudjuk tartani. Nagyon nagy segítség volt ez a berekben, például ott két vízkivezetést is tudtunk, meg hát több tározónkba. Összesen 13, több mint 13 millió köbméter vizet tudtunk kiengedni ebbe az évben. Mihez, amire számítani lehet a következő néhány hétben kell -e tartanunk árvízveszélytől? Árvízeszétől mindig kell tartanunk, erre fel is vagyunk készülve. Jelenleg is van egyébként árvízvédelmi készültség a Krasznán. Csapadék tevékenységek nagyon változékonyak, tehát nagyon intenzívek, nagyon hirtelen tudnak jönni, úgyhogy bármikor kell számítani, és erre fel is vagyunk készülve. Kellő rugalmassága. Igen, ez így igaz. Lőrinc Robert, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm. Mesta.